que tinha feito. Oi, volta lá, coisa que eu cheguei em Megalo. E daí o tanto tenho. É da Xoxa, mano. O próprio da Xoxa, Edward. Így van, megírva. Uh-huh. Hogy mit mondjak neked, nem lesz világ vége, mert ezt Notre Dame-os, mint álmodozal volt, és csak fantázani. 2000-ben világ vége, nem? 2012 most nem tudom, júliusban jön meg, decemberben nem tudom, nem lesz az sose, mert egy filozófár meg, hogy mondjam meg? Én láttam, olvastam az újságos 6 vagy 7 éve, egy német filozófus megjósolta, itt sivatagi homok lesz. És az lesz. Az ahhozan egy végigközelik, nem? Most a jegestenge miért kezd fölmelegedni? Mivel, hogy az lesz a vége, gyerek, ez este mondtam egy okos gyereknek, egy kicsi volt, hogy a föld kérek fölmelegszik. Annak hatására meginnenek a bent lévő vulkán, és akkor már földrengések lesznek, és azt mondom nektek, hogy ha itt megszakadt el itt egy anyag, ámen, Edward. Át a 11. is van. És én mindig bemizetem, én a legjobb a világon. Miben? Aki nem hiszi, az jár utána, mert most az este már nincs is bajom a hölgyekkel, csak a kis faszom keszik kölykökkel. Akkor tegyük kapta meg ilyesmit, akkor felmegy a cukrom, mondom. De mondjuk megért, hogy elmentem Biharra. Most tanálkoztam egy munkatársamnak, akartam átélni, szlovák a gyerek, hogy átélem neki a nyugdíjamra, úgyis akarok menni Szlovákiába, ott van egy stúdió, egy rádió műsor, ami Fali ment. És Pátronak hívják, majd én megkeresem, mert tudom. És itt a nyugdíjazó láttam a televízióban, ha valaki, ott van a Bocskó, meg a másik, annak megyen a műsor. Hát mert tudnak szövegelni. Én meg hitret értem az embereket, mert ha nem imádkozom, akkor nagy veszély van. Az imádkozás meg? Hát én minden nap egyik templomból másikba megyek, pedig református vagyok. De három vallás van, a zsida, az ortodox és a buddhista. Hát japán, kinek az a buddhista? Buddhista? Hát buddhista. Ez van. Én református vagyok, de mindig hordom Jézus, hogy nem ennyi van most. Én ott szedtem, hogy csak kb. Annyit, mint a súlyom. Mert ezzel most a fájdalmat...